A harmadik rész. Tehát látjuk, hogy milyen jó neki, minél tovább behúzza ezt a háborút, annál gazdagabb lesz. Az, hogy Ukrajna egy picike részében ott folyik a háború, ez nem zavart az Zelenszkijt és a hódudvarát, hogy a szokásos helyeken nyaraljanak nyugaton. De az ukrán parlament tagjai sem erőltették meg magukat azzal, hogy otthon maradnak a nyáron. Látszik rajtuk, hogy jól lebarnultak, jól érzik magukat Nizzában, Rómában, Párizsban látni őket legtöbbször, főleg a Zelenszkijt és a hódudvart. De egyes ukrán kisebb újságok háborognak állandóan, hogy micsoda dolog ez, a polgármesterek nyugaton nyaralnak, miközben folyik a háború, a parlament, pártok vezetői mind nyugaton nyaralnak, miközben keleten folyik a háború. De hát Ukrajnában rengeteg gazdag ember van, kérem szépen, például az egyik harkovi parlamenti képviselő, helyi parlamenti képviselő, Nizzában ünnepelte egy héttel ezelőtt a születésnapján, hát eléggé felháborodott a nép persze. Hát igaz, hogy Nizza nincs olyan messze Harkovtól, el lehet ugrani, miért is nem. Korábban is megvolt ez, csak nem voltak háborús cselekedetek. És azért a háború, úgymond háttere előtt így ilyen fényűzésben élni, az nem olyan szép dolog a saját népükkel szemben. Miközben ott Ukrajnában szerencsétlen egyszerű emberek sorban állnak kenyérért, tejért, kolbászért, nem is szó azokra a területekről, amiket tényleg lőnek. Zelenszkij apja nyilvánosan is megsértette Ukrajna népét. Tehát, hogy hogyan, azt majd a következő videómban elmondom. Köszönöm szépen, hogy megnéztek, kérem, lájkoljanak és iratkozzanak fel a csatornámra.